De jó hallani a hangod, anya. Édesem! Olyan furcsa a hangod. Történt valami, kislányom? Ömer, ne rohangálj már, folyton a nővéreddel próbálok beszélni. Kislányom! Anya! Mondd, édesem! Annyira szeretlek. Én is nagyon szeretlek, kincsem. Puszíld meg Ömert helyettem. Jó, persze. Ugye jól vagytok? Persze, meg vagyunk. Annyira hiányoztok, anya. Ti is nekünk. Vigyázzatok magatokra, rendben? Te is, drágám. Szervusz, anya. Már tudom, ki fizet neki. Én is. Örülök, hogy rendeződött az ügy. Tegnap még nem ezt mondtad. Ne csináld, Feria. Tudod, mit hittem? Tudom. Épp azt fájt annyira. Korály, keressünk egy lakást a környékeden. Ideje elköltöznem. Ez így nem lesz jó. Feria, oda tudnád adni azt a tollat, ha már nem kell? Feria? Feria, hallasz engem? Emir ki fog költözni. Ó, szóval elmegy. Igen, el. Akkor engedd el, Feria. Hisz jobb lesz úgy nekünk, nem? Akkor a bácsikám is nyugodtabb lehetne. Épp ezért akar elmenni. Hogy ne nehezítse meg még jobban az életem. Ez elég kedves tőle. Na, Feria, most meg mi bajod? Pont ilyen voltál, mikor ide költözött. Most meg azért bánkódsz, hogy elmegy. Én nem akarom, hogy elmenjen, Külszüm. Erre már nem is tudom, hogy mit mondhatnék neked, Feria. Én sem tudom. Csak azt akarom, hogy maradjunk. Olyan jó érzés tudni, hogy itt van tőlem pár lépcsőnyire. Én ezt nem bírom. Feria, most meg hová mész? Gülszüm, engedj már. Várj, Feria, szedd már össze magad. Mit mondanál neki? Hm? Készen áll rá, hogy megbocsasson neked?
Mert ha nem, akkor engedd elmenni. Akkor inkább nem arasztald. Miért ne szólj egy szót sem, csak hallgass meg, kérlek. Ha most nem mondom el, akkor talán sosem fogom. Tudom, hogy nincs sok értelme ilyet kérnem, de maradj, nem akarom, hogy elmenj. Nézd meg a képet, boldognak tűnök! A gyűrű, amit akkor találtam az egyetemen, az a tiéd volt. Emiatt kerültelek téged. Ezért mondtam azt, hogy vége. És hagytad, hogy szenvedjek. Nem tudtam semmit, magamat vádoltam mindenért. Nagyon gyenge voltam. Rettegtem a családomtól. Ezért menekültem el tőled. De nekem egy szót sem szóltál, Feria. Szakítottál minden magyarázat nélkül. Fogalmat sincs, mint mentem én akkor keresztül. Bármiért haragudhatsz rám azon az eljegyzésen kívül. A legnagyobb félelmem az volt, hogy... Te mindig mindentől félsz, Feria. Emir, kérlek, miért kell megint előről kezdenünk? Még én kérdeztem a pasaktól, hogy kicsoda. És hogy mit képzel magáról. Ezt most nem érdemlem meg. Te nem tudod, mi mentem keresztül. Feria, menj el. Nem te. Azt mondtam, menj. Nem, ezentúl nem fogok elmenekülni. Azt mondtam, menj! Tűnés! Tűnés!